Hegedű Zsuzsa a vendégünk, miniszterelnöki főtanácsadó, a kuratóriumi elnök, beszélünk akkor az alapítványról és annak ügyeiről, amelynek kuratóriumi elnökének az a neve, hogy minden gyerek lakjon jól, ez egy szép cél, viszont messze vagyunk ettől a céltól? Nem. Nem. Közeledünk? Hát nézze, ezt én 2009. decemberében kezdtem el, amikor legnagyobb megdöbbenésemre, egyébként a legnagyobb példányszámú napilapban olvastam egy riportot arról, hogy nem tudom, melyik délvarnyelő három kisközségbe, tehát az LH-s kistérségek kisközségei, az ingyenes étkeztetésre jogosú gyerekek, akik ott majdnem 100%-uk, az önkormányzat csak zsíros kenyérre telik. Na most, a helyzet az, hogy én 2002-ben, 90-es évek közepén találkoztam először ezzel a problémával egy iskola visszaadással és konfliktusokkal kapcsolatos kutatással, és 2002-ben, amikor a Megyesi megnyerték a választásokat, még nem is volt, éppen csak miniszterelnök lett, kormánya nem volt, meghívott, hogyha küldött egy e-mailt, mi régóta pénzügykutatóból ismerjük egymást, hogyha Pesten járok, akkor szeretne velem, meghívna egy kávéra. Na most engem meg lehet hívni egy kávéra, csak akkor jövök a felzárkóztatási programommal. Annak ára van. Nagy. De azonnal fel is ajánlott nekem egy nagy minisztériumot, amit én röhögögöt kaptam, de mindesetre akkor elmondtam neki, hogy ez a probléma, ami az én számomra megdöbbentő volt már a 90-es évek közepén is, én nem jöhettem haza. Tehát az, hogy Magyarországon éhes gyerekek vannak, amire az iskolaigazgatók hívják fel a figyelmemet, hogy 11-kor félig összeesnek a gyerekek, és hogy nagyon sok a kulcsos gyerek. Tehát ahol nincs pénz, hogy befizessék a napközit és az ebédet. És meggyőztem arról, hogy ne kérjünk papírokat, ahol nem éri el a nem tudom mennyit, ezt ők határozták meg, az akkor 25 ezer forint körül volt, azok kapják ingyen a bölcsödébe, óvodába, iskolába a teljes ellátást. Ma mennyi ennek az értékhatára? Várjon, ez volt 2002-ben. Na most ez volt a probléma, amire rábeszéltem a Megyesit, be is vezették, és utána én azt hittem, hogy ezt a problémát a magam részéről megoldottam. Majd 2009-ben kiderült ez a történet, úgyhogy fogtam magam, fölhívtam a három önkormányzatot, hogy mi a jó Isten van. Kiderült, hogy 2002 és 2009 között, ugye akkor magas volt az infláció, nem korrigálták a fejkvótákat, úgyhogy 180 forintos fejkvóta volt. Itt nem az volt a cél, hogy kapjanak valamit enni, ugye ez a mánia, hogy a szegény gyerek az egyen tésztát, meg nem tudom, hogy arról van szó, hogyha a gyerek nem kapja meg a megfelelő korban azt a táplálékot fehérjébe és vitaminba, amire szüksége van, akkor nem fejlődik az idegrendszer és kiesik az iskolából. Tehát azért mondom, hogy itt nincs mese. És akkor indítottam a Minden gyerek lakjon jól kezdeményezést, egy rohadt fillér nélkül, és január közepén, ugye az első a tűzoltás volt, akkor is végig telefonáltam ugye itt Magyarországon a leszakadással elég speciális, Franciaországban a külvárosokban a legnagyobb a leszakadás. Volt ipari városok külvárosaiban. Nálunk a kis településeken. Nálunk az LH-s kistér, tehát a periféria azért bejebb is jött, a 47 ilyen LH-s kistérség van, annak a 3000 alatti településein, ahol akkor is azt magyarázták a polgármesterek, hogy olyan alacsony a fejkvóta, hogyha nincs az önkormányzatnak pénze, hogy kiegészítse, akkor nincs ebéd. Na most a 12. második kerületben ez nem probléma. Ott viszont nincs pénzük, mert hát magának az önkormányzatnak sincs bevétele. Nincs bevétele, persze. És rengeteg a szociális segélyem, na jó. Pont ez elindult, 5000 gyerek kapott akkor nyár végéig, 5000 gyereknek tudtam egy fillér állami, ugye csináltunk, kellett csinálni egy alapítványt. Ez az egyetlen alapítvány a világon, ahol benne van, hogy egy fillér nem mehet másra, mint ami a gyerekeknek vagy családoknak kell az egészséges táplálkozáshoz, és semmilyen állami pályázati pénzt nem igényünk. Muszáj rákanyarodnom a célra, mert nagyon megy az idő. Hevesen osztottak ételt, de ez az kellett, hogy ráismerjen megint egy helyzetre, nem? Ez 2009-ben indult, 2010-ben. Én csináltam meg az összes javaslatot, azonnal átment, tehát először is, akkor pedig nagyon rosszul látunk, akkor is megdupláztuk a fejkvótát, azóta megtépláztuk, és nagyon megemeltük a 29 ezer forintos bejutási küszöböt, megemeltük pillanatnyilag 49 ezer 900 forintra. Tehát ahol az egyfőre jutó nettó jövedelem 50 ezer forint alatt van, az bölcsödébe, iskolába, óvodába ingyenesen étkezik, és a fejkvóta 7-800 forint körül van, amiből minden belefér. Na most, ez 100%-os állami finanszírozás, tehát az önkormányzatnak egy fillért nem kell hozzátennie.
Itt jött az a probléma, és akkor kezdtem a mini háztáit, ami a családokat állította talpra, és amit ma is kap 40 ezer család ezekbe az LHS kis településein, minden évben megkapják a biobetomagot, amivel nem kell semmit hozzátenni. De csomóan ebből is kiesnek, ebből is kimaradnak most, ezért ment Hevesre ételt osztani. Az alapítvány folytatja, dehogy maradnak ki. Akkor kikre osztottak most? Nem a Heves az érdekes, Hevesre már azért mentem, mert novemberben egyébként itt maguknál egy másik műsorban is mondtam, hogy a gyerekéhezés elleni civil kezdeményezésről meggyőződésem, hogy jó szándékú, de nem stimmelnek a számok. Tehát ha mindenütt kötelező biztosítani ezt az ellátást bölcsödébe, óvodába, iskolába, és ez nekem egy szívügyem, tudod, mert ezért majdnem, hogy ezért maradtam 2002 után Magyarországon. És ez állami finanszírozás, akkor 40 ezer gyerek nem eshet ki, csak nem hagyott nyugodni a történet. Úgyhogy elkezdtem kutakodni, hogy hol lehetnek, ez nem 100 gyerekről van szó, 500 gyerek kieshet. A következő derült ki, először megnéztük a csatolt településeket, semmi. Ugye három államtitkár segítségével végül is fogtam magam, és felhívtam a Minden Gyerek Lakjól programban résztvevő 47 LH-s kistérség összes kistelepülését, mert azok mind benne vannak a Minden Gyerek Lakjól programban. A következő derült ki. Ugye mindenhova kiküldtem egy e-mailt minden LHH-s, HH-s települések összes polgármesternek, krízisvárosok és szegregációs területek, kiküldtem egy e-mailt a alapítványnál a magam nevébe, hogy hány hátrányos helyzetű gyerek van, aki erre jogosult, korcsoportok szerint hány jár bölcsödébe, óvodába, iskolába, és kiderült, hogy az én kis településeimén egy gyerek se jár bölcsödébe, óvodában majdnem 100% meg iskolába. Erre felhívtam őket, kiderült, hogy egy darab bölcsöde nincs, mert valaki levitte 35%-ra a bölcsöde finanszírozást, és ott tartunk, ahol a part szakad, ahol tartottunk 2002-ben, arra nincs pénzük. Jó, akkor a három államtitkárság segítségével én kidolgoztam a javaslataimat, tehát ez már ott van a miniszterelnöknél, aki abszolút támogatja, benne lesz a költségvetésben, tehát először is kiemelten az LHS kistérséget, tehát ahol nincs bölcsőde, remélem szeptember 1-től 800.000 forintos gyerekeket, 800.000 forint beindulnak a bölcsődék. Tehát finanszírozza az állam az önkormányzatokon keresztül. Kiemelten finanszírozza, egy. Kettő, ezt még én kidolgoztam 2010-ben, de most még hozzá is tettek néhány variációt, nagyon sok helyen kevés gyerek van. Tehát lehet csinálni, tehát a törvény szerint belefér családi bölcsőde, gyerekmegőrzés, munkahelyi bölcsőde, tehát egészen mini bölcsőde, tehát 5 gyereknek is meg lehet oldani, tehát nincs már ilyen felső határ. Így viszont akkor a 3 éven aluli gyerekek ellátása is megoldható. Nem, így meg lesz oldva. Ami a probléma, miért megcsináltam a Hevest, hogy először is a nagy esemény az volt, hogy ugye meghívtam az összes élelmiszerláncot, mert nekem viszont az az elvem, hogy szeptemberig sem maradhat éhesen kisgyerek. Tehát ez nem oldjuk meg a problémát, de egy kicsit segítünk. Az miért van, hogy csak a nemzetközi élelmiszerláncok csatlakoztak? A legnagyobb meglepetésemre, ugye a izénél volt, a CBN-nál volt egy vezetőváltás, gondolom ez az oka, a CBN-ben indítottam az egész Minden Gyerek Lakjójót, tehát meg ott volt mindenki. Utána a külföldi láncok közül az Aldi, az Auchan, a Tesco, most nem mondom spor, a Penny, a Lidl és a Spar boldogan vállalták, annyira, hogy minden héten ugye állati komplikált volt a logisztikát. Én nem is kértem pénzt, én a logisztikát kértem tőlük, meg hogy beszerzési áron adják, amit tudunk adni. Legnagyobb meglepetésen rá egy hétre azzal jöttek, hogy 5 millió forinttal támogatják is, de ez nem lesz elég, úgyhogy tényleg azt kérem mindenkitől, ahogy ez ment 2010 óta, hogy a 13-6-14-es számon SMS-ekkel meg a számlaszámon fölmennek a mindegyik, ahol támogassanak minket. 7370 családról beszélünk helyesen, most, 11 ugye, akiket nem, most összesen tudnak támogatni. 11 ezer az önkormányzati számok szerint. Ebbe a három típusba, tehát HH-s, LHH-s, krízisváros és szegregációs övezet, ott a legrosszabb a helyzet, és nem kaptunk pontos számokat. Én most csak a legrosszabbakat az LH-s kistelepüléseken vettem célba. Itt 11 ezer gyerekről van szó, ami nagyon sok, mert havonta akarunk adni 2 kg műzlit, 6 liter tartósított tejet, 1 kg rizst és 1 kg zabtejet. Tehát ez nem oldja meg az étkezést, de egy kicsit segít, mert ez kifejezetten olyasmi. Na most ehhez kell azért a 30 millió felajánlott forinton kívül kell még háromszor annyi. Tehát ebbe kérem mindenkinek a segítségét, ahogy eddig is, hogy ez az aktív felnőttek felelőssége, nem csak az állami. Köszönöm, hogy eljött, remélem meg lesznek a támogatók. Jó munkát kívánok. Köszönöm.